Nagy hatótávolságú rakétát lőtt ki vasárnap Észak-Korea. A japán és a dél-koreai hadsereg szerint a fegyver nagy magasságban mintegy 800 kilométeres távolságot tett meg, mielőtt a Japán tengerbe zuhant. A japán kormány illetékese azt közölte, hogy a rakéta nem országa irányába repült és nem az ország kizárólagos gazdasági övezetében hullott a tengerbe. Ennek ellenére több illetékes, így a miniszterelnök és a kabinet főtitkára is elítélte a lépést. Észak-Korea bizonyos tevékenységei, beleértve a ballisztikus rakéták egymást követő kilövéseit, nagy veszélyt jelentenek nemzetünk, a régió és a nemzetközi társadalom békéjére. Egy ilyen nagy intenzitású ballisztikus rakéta kilövése sérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntéseit, ami ellen határozottan tiltakoztunk Észak-Koreánál. A vasárnapi volt a hetedik észak-koreai teszt az éveleje óta. Az egyre gyakoribb rakétaindítások azt jelzik, hogy az ázsiai ország nyomást próbál gyakorolni az Egyesült Államokra és a Biden adminisztrációra. Azt várják, hogy folytatódjanak a korábban elakadt tárgyalások, melyeknek célja az észak-koreai katonai célú nukleáris program miatti szankciók feloldása. Ez különösen fontos lenne az országot megviselő világjárvány gazdasági hatásainak enyhítése miatt.